Gyerekek ugrálnak a városi strandon. Talán ők örülnek a legjobban a későn jött nyárnak és a melegnek. A kánikula miatt az ország egész területére másodfokú hőségriasztást adott ki kedden, 0 órától a megbízott országos tiszti főorvos. Az egyre növekvő napi középhőmérséklet miatt szerdától pedig még magasabb fokozatú riasztást lép életbe. A hőségriadóra való tekintettel a kánikula idejére féláron kínálja a belépőjegyeket a Csitári GMI Luszoda és Strand, valamint meghosszabbított nyitvatartással is várják a hűsölni vágyókat. Délután 16 óra után féláron 50%-kal olcsóbban tudják megváltani a napi belépőket. Ez azt jelenti, hogy felnőttek esetében 400 forint, gyermekek esetében és nyugdíjasoknál 200 forint a belépő. Nem csak a Strand reagált a kánikulára, a hőségriadó ideje alatt székesfehérvári városgondnokság a tűzoltósággal közösen locsolja a város utcáit. Ilyen alkalmi locsoló kocsikkal frissítik a környezetet minden este a kánikula ideje alatt. A Budai úton és a Köfém lakótelep irányában indulnak, visszafelé a Víziváros lakótelep és utcái, valamint a Szénatér és környékét hűtik. A József Attila utcában, a Lövölde úti lakónegyed utcáiban is hűtjük az útburkolatot, és a belváros és környékén, a Palotaváros utcáiban, valamint a Szedreskert lakónegyed valamennyi utcájában locsolunk, megpróbálunk ezzel enyhíteni a nagy hőségem. Az előrejelzések alapján az elkövetkezendő napokban fokozatosan tovább emelkedik a hőmérséklet. A szakemberek szerint szerdától már 27 fokot is meghaladhatja a napi középhőmérséklet. Erre való tekintettel augusztus 24-én 0 órától a harmadfokú hőségriasztás lép életbe az egész ország területén.